Kedves mindenki, ez itt az epizód. A mai adás témája a halálos kor, a babézia. Szóval megint állatorvoshoz megyünk. Kezdünk a múlassabban. Mint tudjátok, igen nagy előszeretettel mozdulunk ki Atmóval barangolni. Tréningezni és a jó levegőn szoktunk leginkább. De hiába a csodás természet, számos veszély leselkedik kedvencünkre. Mindenki tudja, hogy a legnagyobb félelemre egy apró vérszívó ad okot, a kullancs. A megelőzésről már beszéltünk, de mi van akkor, ha megtörténik a baj? Hogy vehetjük észre, ha fertőzött kullancs támadta meg a kutyánkat? Ebben a kérdésben Bodó Zsuzsi doktornőhöz fordultunk. Kezdjük először azzal, hogy mi az a babézia, meg hogy miért vonom össze egyből a kullancsal. Igen, sok mindenki hallott már erről a megbetegedésről, ez egy rettegett kórokozó. A kullancsok terjesztik, tehát ezért kötjük össze a babéziát és a kullancsot, mert hogy bizony-bizony ezek a vektorok, tehát a kullancs fogja terjeszteni a babézia egysejtű parazitát. Ez az egysejtű vérparazita, ez a nevében is így benne van, hogy bizony-bizony a vörös vérsejteket teszi tönkre a kutyák, illetve egyéb emlős állatok esetében. Nagyon faj specifikusak, tehát az embernek is megvan a maga babéziája, a kutyának is, macskának is van babéziája. Nyilván keveset hallunk az egyéb kórokozókról, mert egyelőre még ugye ez egy trópusi területről feltörekvő megbetegedés, és a kutyái azok már, hát azt lehet mondani, hogy 20 éve itt van Magyarországon, tehát már most a köztudatban szépen megjelent, hogy azért kell védekeznie a kullancsok ellen, mert a babézia, illetve a Lyme kort ő fogja terjeszteni. Nem az a probléma, hogy belement a kutyába a kullancs, mert azt legrosszabb esetben kiszedjük az állatból. Mindig azt szoktuk mondani, hogy az a legszerencsésebb, hogyha minél hamarabb, ahogy kikurkáztuk a kutya szőre közül ezt a parazitát, kiszedjük. Az mindegy nagyjából, mert szokták kérdezni, hogy doktornő jobbról vagy balról tekergessük a kullancsot. Ez teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy eltávolítsuk. Még ha a kullancsnak a feje bele is szakad a kutyába, az sem akkora nagy probléma, akkor sem kell ügyeletre szaladni vele, mert hogy előbb-utóbb a kutyának a szervezete nagyon szépen feldolgozza és kilöki ezt az idegen dolgot. Viszont, hogyha 24 óránál tovább benne marad a kullancs a kutyába, akkor már van ideje ennek a fránya élősködőnek arra, hogy ezt a babéziát vagy akár ma rettegett Lyme kort is beleöklendezze a kutyának a szervezetébe, és ami kutyuskánk megbetegedjen. Már beszéltünk korábbi epizódban arról, hogy hogyan is érdemes átnézni egy-egy séta után a kutyát, de inkább kétszer, mint egyszer sem. Szóval most újra. Egy világos színű kutyán már ahogy sétál, észre lehet venni egy ilyen fekete-barna kis, azt lehet mondani, hogy mászkáló élőlény, akkor azt ugye le lehet seperni, le lehet szedegetni. Egy ekkora kutyánál, mint Atmó, azért ez egy kifejezetten nehéz dolog, mert hogy nagyon sűrű a bundája. Fekszik. Ugye a lábakon fog felmászni, illetve a kutyának, ahogy szaglászik a nyaka területénél, és ezeket a predilekciós helyeket, ugye a kutyának a hónalja, nyaki területe, fülkörnyékét átnézni, szemkörnyékét, ajakkörnyékét átnézegetni, hónai területeken előszeretettel bemászik. Itt ezeken, mert itt fogja magát úgy érezni, hogy a kutya is legkevésbé bírja el, ugye a lábakon, ahogy felmászik, ezek az elsődleges helyek, ahol puha bőrterületet lát. De Isten, igazából mindenhol találtunk már kullancsot, a hát közepétől, a fenekéig, bárhol, ahol talál magának kedvező körülményeket, kullancs elkezd rögzülni az állathoz, és onnantól kezdve azt lehet mondani, hogy nem lehet azt mondani, hogy most a hátam biztos, hogy nem fogunk találni, bárhol a testen megtalálható. Mi volt a legdurvább hely, ahol kutyában vagy állatban? Hát ugye nem szeretem helyek, például találtunk már itt a pofának a belső oldalán is, tehát ezeken a területeken is, hogyha ha ide kerül be, bemászik a kullancs, akkor ezeken a területeken is előszeretettel el van. Kutyának az ánuszából is szedtünk már ki kullancsot, tehát
mindenhova, amit el tudsz képzelni, bárhova be tud mászni ez a fránya parazita. Nem találtam meg a kullancsot, de azt látom, hogy a kutya nem olyan, mint volt. Milyen tüneteknél kell azonnal állatorvoshoz rohanni és arra gyanakodni, hogy esetleg babézia? Tehát ugye egy pár napon belül, ahogy a kullancs belemászott, de tegyük fel, hogy nem tudjuk, hogy kullancs fertőzött a mi állatunk, pár napon belül magas lázzal fog járni ez a megbetegedés. Ugye egy szeptikus dologgal állunk szembe, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kedvetlen, bágyat, étvágytalan, inaktív a kutya. Lehet, hogy éppen a hátulsó lábak gyengeség miatt elkezd elgyengülni, itt a hátulsó lábakat nem úgy fogja használni, botorkál, nem eszi meg az ennivalóját, adott esetben a legfontosabb tünet, amire minden körülmények között kell figyelni egy-egy kirándulás után, hogy a vizeletnek a színe az elkezd sötétenni, és egészen ilyen kávézatszerű sötétbarnáig is alakulhat. Akkor már nagy a baj, tehát ott ezen nem is kell gondolkodni, ez egy ügyeleti eset. Bizony, az már azt jelenti, hogy ott a vörös vérsejtek olyan számba szétestek, hogy az már a vizelettel választódik ki, és ez a rengeteg szétesett vörös vérsejt, ez a vesét tudja, illetve a májat tudja bántani. Tehát tulajdonképpen egy veseelégtelenség alakul ki, egy májelégtelenség alakul ki, ilyenkor sok esetben már a nyálkahártyán, tehát a szemén is látni az állatnak, hogy besárgul, ezekkel a tünetekkel találkozhatunk. Akkor ezt most még egyszer, hogy jól rögzüljön. Levertség, étvágytalanság, magas láz és sötét színű vizelet. A tünetek egy-két napon belül is jelentkezhetnek, de van, hogy két hét múlva vesszük észre, hogy valami nincs rendben. Amikor a tünetek már észlelhetők, van, hogy a kullancs már nincs is a kutyában. Mondtad, hogy lázas a kutya. Hogy tudom megnézni a lázát? Tehát én laikus gazdi, honnan tudom, hogy ő lázas? Tehát hogy tudom otthon megmérni a lázát, meg miből láthatom, hogy láza van? Az esetek 80-90%-ában, hogyha melegnek is érezzük a kutyát, de pörög, jókedélyű, eszik, akkor biztos, hogy nem lesz lázas. Mert ugye sokan azt nézik, hogy hát nagyon melegnek érzem a kutyának a fülét. Nyilván az a terület egy hőleadó szer ott a kutyusoknál is, és bizony, hogyha ő neki melege van, akkor ott az a fül is megpróbál valamelyest majd hőt leadni. Ugye sokan mondják azt, hogy ha száraz az orra a kutyának, akkor lázas. Ez megint attól függ, hogy éppen a kutya milyen lelki állapotban van, hogyha pörög, jókedélyű, nedves lesz mindig az orra, hogyha mondjuk előtte 3 órát aludt, kifáradt, olyan száraz lehet, hogy akár minden kutya lázas lehetne utána. Nem erről van szó, tehát ezt bizony úgy tudjuk megnézni, hogy az otthoni kis digitális hőmérőnket elővesszük, és akkor szépen nem hón alatt, nem szájba, hanem rektálisan megvizsgáljuk az állatnak a hőmérsékletét. Egy olyan 39 Celsius fokig elfogadható ez a hőmérséklet. Ha én egyedül vagyok és bizonytalan vagyok abban, hogy lázas-e a kutya vagy sem, akkor igen, otthon nekem is van lázmérőm. Mutasd meg, hogy mit kell tennem. Jó, egy digitális hőmérő a legszerencsésebb, mert hogy ez gyorsan fogja mérni a hőmérsékletet. Ugye vannak kutyák, mint Atmo, aki én azt gondolom, hogy nagyon szépen fogja hagyni. Ilyen kis filigránabb, kisebb méretű kutyáknál ugye nyilván lehet olyan, hogy két ember szükséges hozzá. Ugye egyik ember megfogja a kutyát, adott esetben a hasa alá nyúl, hogy rögzítse az állatot, de ami lényeges, hogy megfogjuk a kutyusnak a farkát. Nem kell mélyre bedugni, ilyen 1-2 cm-es hosszúságra, megkeressük itt nagy bundájú kutyáknál a lyukat. Tehát akkor megvan, bedugjuk. Tehát bedugjuk, és akkor itt kiadja, hogy mennyi a kutyának a hőmérséklete, hogyha izgatott, ha fél, akkor lehet ez magasabb hőmérsékletű is, akár egy ilyen 39, 1, 2, 3-ig, amikor itt a rendelőbe várnak egy fél órát, órát a beteg kutyusok, vagy akár az egészséges oltásra érkező kutyusok is, a stressz miatt is felmehet 1-2 tized fokkal a hőmérséklet. Most ő neki 38,7, ez hibátlan, szerintem nem is stresszel. Jaj, de ügyes voltál! Most már, hogy ezt is tudom, folytassuk a babéziával. Mi történik, ha észreveszem a tüneteket a kutyámon? Attól függően,
hogy milyen szakaszában kapom el a betegséget, mi történhet a rendelőben, mit tud mondani nekem az állatorvos. Tehát minél hamarabb veszük észre ezt a problémát, annál könnyebben tudjuk az állatot kiszedni ebből a betegségből. Ez azt jelenti, hogy ha nyilván van egy sötétbarna betadin színű vizelet, akkor ott számíthatunk arra, hogy infúziót kell adni az állatnak. Hogyha még ott az elején vagyunk, és azt látjuk, hogy belázasodott a kutya, az állatorvos akár egy kenetből, egy vérkenetből megnézi, hogy bizony-bizony fertőzött az állat, és voltunk kirándulni, tehát egy kórelőzmény is ott van, hogy előfordulhat, hogy adott esetben kullancsot szed össze, akkor úgymond egy-két nap alatt meg lehet a kezelése az állatnak, és teljesen felépülhet, illetve nem megy bele ebbe a súlyosabb állapotba az állat. Hogy kezelitek a babéziát? Tehát erre mi tablettát kap, vagy ha még nem kap infúziót, akkor nem tudom, koplaltatni, fogalmam? Nem. Tehát itt egy elég szövetkárosító, mert mindig el szoktuk mondani, hogy ez az imizol nevű gyógyszer, amit a babéziára kap, ez egy nagyon csípős injekció lehet, ezt már mindenki hallotta, akinek a kutyája kapott már imizol injekciót. Itt a nagy termetű kutyák is, a kicsi kis sírós táncköröket szoktak azért leadni a rendelőbe, mert hogy ez egy fájdalmas injekció, de bizony ez az egyetlen egy lehetőségünk van arra, hogy megszabaduljunk ettől a megbetegedéstől. Ez a babézia kezelés nélkül mindig halálhoz fog vezetni. Tehát, hogy ez nem egy, hogy majd meggyógyul kategóriájú megbetegedés, hanem hogy babéziás lett, akkor itt bizony egy súlyos fokú anémiával, vérszegénységgel járó elváltozás, veseelégtelenség, annak a kellemetlen dolgaival együtt az állat halálához vezet. Na most, hogyha megkapja ezt az injekciót, adott esetben ugye lázcsillapító, tünetileg kezeljük az állatot, minél hamarabb kezdjen el enni, minél több folyadékot vegyen fel, a vese tudjon tisztulni, és akkor egy-két nap alatt szépen át is megy az állaton. Igen, nem, hogyha már abból vesszük észre, hogy véres a vizelet, akkor ugye az infúzióra azért van szükség, hogy mossuk át fele a szervezetét, ugye ezt a babéziát, ezt minél hamarabb pusztítsuk el a szervezetébe, hogy tudjon tisztulni a vese, mossuk át, mint egy szitán lévő porszemeket kell elképzelni, hogy azok ne tudjanak ott problémát okozni a későbbiekben. Itt ezekre úgy kell számolni, hogy körülbelül akár egy hetes infúziós kezelésre is szükség lehet. A legfontosabb itt is a megelőzés a babéziánál, és ergo a kullancs elleni védekezés. Te mit javasolsz állatorvosként, milyen megelőzési módszerek vannak? Én állatorvosként a tablettának az adását szoktam ajánlani, azt preferálom, mégpedig olyan okoknál, tehát az applikáció egyszerűsége miatt, hogy könnyű beadni az állatnak, az esetek 80-90%-ában. Ezek már ízesített tablettek, tehát az állat előszeretettel megeszi. Hogyha spoton rácsepegtető oldatot akarunk használni, és mondjuk van egy dúsbundájú kutya, nem kell hosszú szőrűnek lenni, akár egy rövid szőrű is, az, hogy ez a rácsepegtető ott közvetlenül bőrre menjen, az már olyan képlékeny, hogy most akkor valóban nem működik jól, adott esetben szétoszlik a szőrén az állatnak, tehát vannak ennek hátrányai. Illetve hát pici fehér kiskutyáknál szoktuk azt látni, hogy akár be is allergizálhat rá, vakarhatja. Na most mi itt állatorvosi rendelőkben ezeket úgy szoktuk felaplikálni, felárakni a kutyára, egy kicsike szőrt nyírunk, hogy tényleg valóban közvetlenül a bőrére menjen, ne az legyen, hogy a szőrén szétoszlik. Na most a nyakörvek is egy nagy méretű kutyánál, hogy az a finom por részecskéje mindenhol ott legyen, azért az megint egy kérdéses dolog, ugye az 24 órán keresztül rajta kell, hogy legyen, megint valamelyik kutyát irritálja, hogy rajta van folyamatosan egy nyakörv, vagy mondjuk nem szeretem, hogyha azzal a nyakörvvel fekszik mellénk az ágyba a kutya, tehát a tablet azért ezeket mind megoldja, és akkor onnantól kezdve ugye kaphatja ezt hónapról hónapra. Az be kell tartani viszont, hogy ne maradjon ki idő, ne az legyen, hogy pont abban a két hétben, amikor a tabletta már nem hat, de még a másik tablettát nem vettük meg, akkor alakul ki egy ilyen fertőzöttség, mert nyilván annak se a gazdi, se a kutyus nem fog örülni.
még egy tévhitet, vagy nem tudom, lehet, hogy nem az, oszlassunk el, vagy erősíts rá. A tablettákról lehet olyanokat olvasni, hogy hosszú távon károsítja a kutyák máját. Én ezt mindig azt szoktam mondani, hogy vannak az oltás ellenesek, vannak a tabletta ellenesek, tehát hosszú távon ezeknek a tablettáknak a szedésénél bármilyen gyógyszert szedünk, számolni lehet, mivel a máj bontja le, be se választja ki. Lehet olyan mellékhatása, ami nem egy szeretem kategóriába tartozik. Na most egy máj elégtelen, egy máj daganatos kutyánál semmiképpen nem szoktuk azt mondani, akinek az értékei, máj értékei rosszak, hogy most akkor még az ő szervezetét azzal pluszba nyomjuk. Itt mindig azt kellene átlátni, hogy mérlegelni kell. Most az én kutyám, ha állandóan kint van terepen, szaladgál, erdőben van, nagy eséllyel kullancsos lesz, össze fogja előbb-utóbb szedni a babéziát. Ha van egy májbeteg kutyám, abba is el fog pusztulni. Tehát itt olyan fajta rémhíreket, hogy adom a kutyának a tablettát, és attól lesz a kutya májelégtelen. Én azt gondolom, hogy ezt mindig fogunk ilyeneket hallani. Erre az az egyetlen egy válaszom, hogy jó, hogyha szeretnénk védekezni, át lehet beszélni ezt, hogy mégis milyen gyógyszeres kezeléseket szeretnénk adni a kutyának. Ne gondoljuk azt, hogy a rácsepegtető vagy akár a nyakör kellemesebb gyógyszer lenne, mint mondjuk a tabletta. De hogyha ez érdekel minket, akkor le kell kontrollálni a beadásánál az állatnak a máját, vesélyét laborral. Meg kell nézni egy fél év múlva, meg kell nézni még egy fél év múlva, utána pedig adott esetben, ha megnyugodtunk, évente egy-egy kontrollt nyugodtan lehet csinálni, és akkor látjuk azt, hogy most az én kutyámnak egyedileg ez a tabletta okoz-e problémát. És akkor még egyszer, hogy tényleg beígérjem mindenkinek, ismételjük át a tüneteket, mert hogy hallottuk, a babézia halálos kimenetelű. Ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb felismerjük a jeleket. Levertség, étvágytalanság, magas láz. De ha már sötét színű a vizelet, akkor irány a legközelebbi állatorvos azonnal. Sziasztok! A mai képzettebben a nemmel fogunk újra foglalkozni. Az előző alkalommal azt mutattam meg nektek Atmú segítségével, hogy hogyan tudtok egyedül gyakorolni, azonban most kihasználjuk Anikó jelenlétét, és ő fog nekünk segíteni abban, hogy hogyan gyakoroljuk ez alkalommal Metivel a nem tanítását. Azért jó, hogyha van velünk valaki külső személy, aki tud nekünk segíteni, mert nem befolyásoljuk saját magunk ugye a kutyát. Anikó tenyerén fogja megkínálni Metit jutalomfalattal, én fogok rászólni, és én fogom megjutalmazni a sajátomból, a saját jutalomfalatomból, a saját kezemből, amikor a nemre hallgatni fog. Gyere Anikó, elmesélem, hogy mi lesz a feladatod. Te leszel a rossz gonosz, jó? Ezt én nagyon szoktam szeretni. Először úgy fogjuk csinálni a gyakorlatot, hogy zárt marokkal, zárt ököllel kínáld meg, vagy nagyon picit legyen nyitva. Azt hiszem, Meti tudja, hogy jutalomfalat van nálad, viszont én, tök mindegy, hogy milyen okból, tehát ez teljesen rád van bízva, mint gazdira, mindig a döntés ezzel kapcsolatban, nem akarom, hogy tőled vegye el a kaját. Tehát rá fogok szólni, hogy nem. Az első a nem, azt tanítom, ha a nemre abba hagyja, jutalmat kap tőlem, de hogyha a nemre nem hagyja abba, akkor jön egy ilyen nagyon erős rászólás, egy ilyen rövid, csattanó hangú, fúj, te, ej, bármi hasonló, amitől a kutya megretten. Az a lényeg, hogy kimozdítsuk abból az állapotból, hogy már pedig csak kaját lát mindenhol is, enni. Az lesz akkor a feladat, hogy egy kicsit lejjebb hajol, azt nem kell legugolnod, hanem félig zárt tökörrel. Én nagyon bízom Betiben, hogy meg fogja neked úgy is tudni mutatni a feladatot, hogy nem zárod be teljesen az ökölet, de remélhetőleg rá fogok tudni szólni. Hogyha ügyes lesz, a következő alkalommal nyitott tenyérrel kínálod meg kajával. Nem. Erre már nem jutalmazom meg, mert nagyon rá kellett szólnom. Mehet még egyszer. Nyitottál vagy? Mehet ugyanígy, mert a nemre nem fejezte be, mivel a nemre nem hallgatott, ezért ugyanígy megismételjük. Nem. Ügyes! Na ez a jó! Nem. Azaz! Nem. Szép. Júj, de jó! Nem.
ez a szívó hang nálam egy, ez egy ösztönös hang, amit ilyenkor kiadok, de ez már nálam egy ilyen rászólásnak felel meg. Úgyhogy emiatt már nem jutalmaztam meg, mikor hozzáért és megnyalintotta a jutifaltot, és véletlenül kijátszotta a Nikó kezéből, úgyhogy erre már jutalmat nem fog kapni, hanem hogyha nemre abba hagyja, akkor jár a jutalom, hogy a nemet lehetőleg ne kiabálva, ne ordítva, hanem szépen normál hangerővel el tudjam neki mondani bármilyen helyzetben. És most meg fogjuk nézni Atmóval is ezt a feladatot. Ugye Atmó nem az én kutyám, ezért Anikó fog majd rászólni, hogy nem szabad elvenni az én kezemből a kaját. Meg Arikótól el fogom venni a púrást, nálam lesz, tudjátok miért? Azért, mert gyakran a gazdik a púrázzal befolyásolják a kutyát, és megpróbálják fizikailag elrángatni a veszélyes helytől, a veszélyes kajától, attól, amit éppen tiltani szeretnék, de ezáltal nem a kutyával való kapcsolatuk fejlődik, és nem érjük el azt a célt, hogy a te rászólásodra működjön a dolog, hogy a gazdik rá tudjon szólni a kutyára, hanem fizikailag elzárom attól az ingertől, amitől egyébként szeretném, hogy elkerüljön. Nem. Jaj, te hügye! Nem. Nem. Yes, nem. Gonosz vagyok egy kicsit. Nem. Kicsit nagyon gonosz vagyok. Csöpög a nyála, látjátok? Kicsit éhes. Igen. Ez elég jó pedig. Asszonyz. Nagyon jó, nagyon gyakran dicsérd, mert azért tényleg gonosz vagyok. Jó, de finom. És ráadásul... Nem. Tőlem szokott elfogadni kaját, úgyhogy jó nehéz dolga van. Na? Nem. Szuper. Próbáld a... Mi is védekezünk a kullancsok ellen, Atmó tablettát szokott kapni. Szóval ezt odaadom neki, aztán el is köszönünk. Ez volt az epizód. Keressetek, kövessetek minket a TikTokon, a YouTube-on vagy a Facebookon. Sziasztok!